Na, csáó, itt Rubenko, és üdvözlök mindenkit ebben a videóban. Rég volt már videó, mert egy nagyon nagy videóra készülök. Igen, egy ilyen elég komoly videóra, amihez idő kell, nagyon sok idő. Na, hát igazából már sok ember csinált erről videót, erről a témáról. Igaz, mert nem újdonság, de én azért akkor is elkészítenem videót, és azért tartsatok velem. Mert a fotót azt lövök azért. Azért tartsatok velem, hogy szeretnétek, mert most mondok én is véleményt a 3-as metró állomásairól, az északi szakaszról, szóval most bejárjuk, és akkor mindegyikre mondok véleményt. Röviden tömören annyit szeretnék mondani erről, hogy igen, hogy én nem csináltam erről videót, és nagyon szeretném a véleményt elmondani, és azért tartsatok velem, mert érdekes dolgokat mutathatok meg nektek, vagy láthatok, mint más YouTube csatorna, más YouTuber nem mutatott meg erről az állomásról. Kezdjük itt a Dózsa-György útnál, ez az északi szakasz, ez középső szakaszról, meg régi a déli szakaszról is. Na, de most ha tele visszatérek és gyártom a tartalmakat. Hát, véleményem az egész felújításról katasztrófa lett, borzalmas. Semmilyen egyszínű, unalmas, modern, rideg, nem tudok mit mondani rá. Ez úgy tetszik, ez a különleges alagút dizájn, vagy mi ez. De most ez semmilyen, ez a padlózat, ez nagyon nem tetszik. Még fönnül ez a piros szín fehérre, ez egy kicsit úgy, ahogy jó. De így ez most milyen szín, meg se tudjátok mondani, hogy ez milyen színű, szóval ez semmilyen. Igazából a székek azok milyen semmilyenek azok is. Milyen narancsárgát kaptok, és nem is olyan kényelmesek, előbb próbáltam ki. Tehát, hogy így néz ki a felújított Dózsa-György út, semmilyen egyszínű, koszos is, látjátok, de szerintem inkább haladjunk tovább a következő megállóhelyünkre. Liftet kaptak ezek a megállóhelyek, és a liftek is borzalmasak amúgy, szóval újnak tűnnek, de nem jók azok se. Viszont ez nagyon pozitív, hogy van ivókút, ivóvíz, próbáljuk is ki. Viszok egyet. Nincs tiszta víz. Ez elzárja magától, ugye? Lehet nekem kell, vagy hogy? Ja, nekem kell. Azt hiszem, ezt így automatán elzárja saját magát, és akkor még gyorsan itt nézzük meg. Ez se tetszik egyébként nekem, ez a narancsárga árnyalat, vagy mi ez. És akkor metrón nem fogok videózni, és akkor Árpád hídnál akkor majd jelentkezem. És megérkeztem a Göncz Árpád város központhoz, régi nevén Árpád híthoz. Igazából Dózsa-György után azért nem néztük meg az érdekességet, mert nincs. Na, hát akkor itt a vélemény. Ez a, hogy is mondjam, bordó szín, vagy nem bordó ez. Lehülye vagyok, nem bordó, hanem ilyen bőrszín. Hát annyira nem tetszik. Ez a tetős rész, itt ez a kockás, ez egyébként bejön nekem. Szóval ez jó benne egyébként. Itt a ülések, ezek már ilyen dizájnosak. Üljünk le és nézzük meg, hogy milyen a kényelem. Gyorsan leülök. Hát nem olyan kényelmes. Na és hát igazából, hogy nézzük meg az érdekességeket, ugye Nyugat-Európában mindenhol úgy van, nem ott a peron alatt van az áram, vagy hogy hívják azt, hanem a másik oldalt. Nézem, valamelyik ember kiesik, akkor nem szabad kimászni, mert akkor megráz az áram. Ivókút van itt is természetesen, most nem fogok mindegyikbe belekóstolni. Semmilyen az állomás, ez is semmi, hát mi? Ezek a kis minták, most ezek nem olyan rosszak. És akkor nagy érdekesség, hogy a aluljáró nincsen felújítva, de ez nem is a metróik dolga, hogy az aluljárót felújítsák. Itt ugye van a kijelző, itt hogy mik mennek. Hát igazából nézzünk el még a másik oldalra. Itt már a koszos aluljáró, és akkor így bemész a felújított megállóhelyre. De jó, szóval röhely ez is. Egy fokkal jobb ez már, mint a Dózsa-György út. De egyszerűen, mint a 4-es metró, legalább fel tudsz fedezni érdekességet. Hát ott nekem nem elég 10-15 perc ahhoz, hogy ott nézelődjek. Nekem kell egy 20 perc minimum, hogy nézelődjük, és itt már régi
aluljáró féle. Meg hiába megyünk át a másik oldalra, ugyanazt látjuk, szóval tök felesleges amúgy. És mint eszembe ezt akartam itt nektek megmutatni. Mozgó lépcső, de ez eddig is így volt szerintem. Nem tudom, nem vagyok nagy 3-as metrós, mert hála Istennek az egész életemben így nem is olyan, nem olyan fontos számomra. Szóval csak amikor a fodrászomhoz megyek, akkor Dózsa György útra megyek, meg amikor a rokonokhoz, Pest-Szentlőrincre, akkor kell Kőbány-Kispestre menni, de az sem túl sűrűn. Szóval... És még meglepődtök, de még jobban tetszik nekem az északi szakasz, még mindig, mint az déli szakasz. Szóval még mindig jobb. Hát nem stabilizátor, ami van, mert itt ilyeneket csinálnak, és így mozog. Hiába fesztettem így meg. És mert tudom, ilyen érdekes, nem tudom, milyen ilyen alkatrészei vannak ott lent, látjátok? Ilyen érdekes. Igen, ezek a metrovagon más szerelvények, hát ezekkel sem vagyok túl jóba. Nem is annyira szeretem őket, igazából. Nem túl jók. Én az alszomot szeretem, meg a kisföld alatti, a többi. Ám még többi nincsen, csak ez, és ezt nem szeretem. Nagyon érdekességet nem tudunk felfedezni, ezt tudjuk még, ezt a fekete részterületet. Ezek nem fogalmam sincs mit. És napon is a metróm, és akkor találkozunk a Forgács utcánál. Nem egyetem ide a Forgács utcához. Hát itt azért megint jobb egy fokkal igazából, de ez is milyen már, hát. Egyszerűen szavakban nem tudom önteni, szóval nagyon, nagyon ilyen ócska. Nem tudok itt mondani róla, szóval a falak minősége most egy... Jó, most a Spanen a Deáltére megnéztek a 2-es metrózát kell szállni, tudjátok? Ott van ez a kék ilyen... Ez ilyen ovális rész. Ott, így a ujjama megkapott, most az egész így berezlek. Szóval az utasorban, mint körülmények között, vagy bármi, vagy évek múlva, nem most persze. Akár egy tömegverekedés, ott szébomlik az egész állomás, vagy mi? És a pozitívum, hogy nincs itt senki, szóval nem kell embereket kerülgetnem. Én imádom a tömeget, de videózás szempontjából megutálom. Na hát igazából, nem is tudom, Nyugat-Európában már sokkal dizájnosabbak az állomások. Most ebben úgy, ez még úgy nem az, hogy tetszik, de még ez a barna színű ilyen, na ez már ez jobb egy fokkal. Azért ilyen barna, ilyen betonos történet. És igazából nincs itt senki, jó, ez a Forgács utca is arról híres, hogy itt több száz ember itt tömüljön, nyomoruljon. Ezek mindenik szék egy kicsit más. Akkor le is ülök, és nagyon kényelmetlen is. Ja, hát nem túl jó anyagú. Ivókút az ugyanúgy van, nem tudom miért. Ugye ez egy bekamerázott állomás, ugye többi is. Az igazából semmilyen. Nem tudok mit elmondani amúgy erről. Várjátok, mert stricem, ezt kiugrik mindig. Fél pillanat, várjátok, srácok. Na, meg is vagyok. Na, elnézésteket kérem. Van ugye egy szemetes, található. Még ez a mint ez még úgy tetszik, hát figyeljetek, azért képeket itt lövök. Amúgy az állomásra csak akkor lehet a legjobban átlátni, amikor nincs annyi ember, szóval akkor lehet a legjobban megnézni. Szerintem. És akkor tekintsük meg ott a dolgokat. Én ez egy ilyen 10 per. Nekem ez az állomásra nincsen bajom, de az ember eleve nem szívesen jön le a föld alá, nem én, de sok embertől hallom, hogy nem szívesen jön le a föld alá, mert hogy azért föld alatt van, meg minden. Eleve nem szeretik az emberek, még látszik is rajtuk, és akkor még egy ilyen rideg helyre kell még lejönniük. Szóval azért ennyi pénzből én azt gondolom, hogy többet is kioszthattak volna. Az én metróm jön. Na meg ilyen rossz a szigetelés is, hogy így kihallatszik. Ja nem, ez a repülő, bocsánat. Ez a mozaik, hát ez nagyon rosszul áll igazából. Ez a bordószín is, akkor még ez a sárga. Akkor legyen az egész ilyen sárga. Szóval ez, hogy egyik része ilyen, másik része olyan. Ez egyszerű, tényleg semmilyen. Ez
Tényleg még a régi jobb volt. Én szerettem a 3-as metrót, mostanra már kiutáltam. Ugye a szerelvénye miatt is, azt sem szeretem. Egy kis szép kis nyugodt környezetbe érünk ide föl. Én mondjak erről az állomásról, hát igazából nem rossz. 10 per, ha jó szív vagyok, akkor 10 per 5. Tényleg így kedvességből, de őszintén én nem tudom. Én most nem is mondok ilyen pert, mert annyira nem lehet megmondani, mert mindegyik gagyi amúgy. Még amit úgy szeretek, az az Arany János utca, azt úgy még csípem. Egy kicsit még a Lehel tér, ez nekem tetszik, sokatoknak nem, de nekem a Lehel tér az különleges, jó, nem az a rózsaszín minta tetszik nekem, nem a fal minta, hanem az a felül ez a fekete és ilyen diszkófényes. Aztán az úgy még tetszik, még van egy hangulata. Hát ez egyébként, nekem a legnagyobb baj a 3-as metróban, hogy ezek a fények, ezek a, itt most nem, de ezek a nagyon rikító erős fehér fények, és benne van a fejedbe. Közben is a metró. Azért nem videózok metróban, mert mindig azért teszem el a telefont, és hogy ez azért nem meghát, hogy felszállok a metróban, mert sok ember van. Nem is szoktam levideózni, hogy megjön a metró, szóval találkozunk a Gyöngyösi utcánál, tehát másrészt Duna Plázánál. És egy Gyöngyösi utca. Hát, nem tudom, ritkán járok erre. És nem tudom, amíg még fel kell dolgoznom. Hát jó, itt nincs olyan rossz anyagból a fal. Hát nem tudom, hogy menjen el a metrós, akkor utána rá tudunk látni az egész képre, történetre. Nem tudom, ezek újpestbeli nem olyan rosszak már, de az a Gyöngyösi utca, az azon katasztrófa volt, szóval. Ez tényleg botrány. Szóval annyi képet csinálok, mert szeretnék egy jó indexképet a videóimra, és ez volt nekem 2023-ban a videózásomnak a hátránya. Mert nem voltak jók az indexképek. És igazinak tűnnek a videók, pedig azért annyira nem, csak annak tűnnek. Na hát igazából az a jó benne, de ez a régen is így volt, szerintem közvetlen át lehet menni így a Arena Plázába, most oda nem megyünk szerintem. De mondjuk megleshetjük. Megleshetjük. Hát semmilyen. Ez is nagyon... Ez mi ez? Hát most... Kérem, valaki adjon rá választ, hogy mi ez. Hogy gondolták, hogy... És tényleg így kell kinézni, és ez a régi módi szék, ez nagyon borzalmas. Hát csinálj, de megnézzük, milyen a kényelem azért. Hát semmilyen. Jó, nem is kell nagyon-nagyon kényelmesek lenni, mert azért legritkább követési idő is 10 perc, így éjfél környékén. Hát ez nagyon rideg, ez a katasztrófa. Meg az emberek nem szeretnek föld alatt lenni, és akkor most itt ki szeret lenni. Tehát én nem. Egyébként, ahogy síri csönd van. És nyugodt ilyen nyitási jelző. Hiszen, mint ilyen izé, tempomba, vagy nem tudom, hol lennénk. Jó, ez nem az, csak hogy... Ilyen érdekes az egész. Na, hát... Jézusom, hogy néz ki, ezek 2024-ben vagyunk. Jó, azt mondom, nem akkor csinálták ezt a megállót, de azért akkor is. Azért 2019-ben adták hát ezt a megállót, és még így kell kinézni most tényleg, és... És akkor egy büszkék vagyunk meg. Ez a padlózat is most, jó, 4-es metronál is ilyen, de az más, az... Hát azért... Oké, egy 30-40 évbe telt az egész építkezés, de ott azért gyönyörűek az állomások, főleg a Rákóczi tér. Szóval nincs mit mutassak, hogy... Lemegyek a izébe ott a Arena Plaza és a metró összekötetése, hogy az milyen. Hát, ja. Itt is ilyen padok vannak. Minden. Hát csak azért nem akarom gyeretek hangosan beszélni, mert látjátok, nincs olyan hangzóval, ezt nem akarom, hogy tőlem zengjen az egész helyiség, mert minden. Szóval... Na, ez még itt elég érdekes itt. Mert fura nyilván ezek a
az alagút stílus. Az így tetszik egyébként így, még itt a vezető látja kamerából, mennyi ember van, hogy zárultak az ajtók, stb. Na, most már beszéltek a magam hang erejébe, csak neki jön csömbbe volt ott. Szóval igen, az egész hely. Na ez ki vagyok ettől tényleg, hogy az egész ilyen egyszínű semmilyen, ez ilyen kis pici ilyen, kis ilyen mintázat van. Akkor ilyen az egész ilyen mintás, hát ez már tök menő lenne egyébként. De nem, csak ez a kicsi részlet az. A többi meg ilyen egyszerűen, ilyen béna. Na, Jézusom, milyen ez is. Gyerekek, és nincs is takarítva egyébként, szóval takarítva lenne, akkor már azért jobb lenne a helyzet. Én nem akarom túl hosszúra videót se csinálni, hogy unalmas vagyok, de muszáj megnézni az állomásokat. Mondjuk aki nem pesti, vagy mondjuk nem jár erre sosem. Én is ezekről nem tudtam, ezekről a mintázatokról. Mondjuk, ha én nem, szóval én nem is tudom, mikor jártam erre utoljára, 4-5 hónapja, kb. Jézusom, katasztrófa amúgy. Mindjárt jön még a metróm, azt mondja, hogy te beszélem az időt. De Arena Plaza, be is, Duna Plaza, milyen Arena Plaza, de hülye vagyok, a Duna Plaza. Le is van itt zárva. Meg ez még így, mert úgy át lehet itt jutni. Hát ja, nem tudom, itt van-e. Kérjük az ajtót becsönt, legyen a szívesek, hát nem csukták be. Kőbánya Kispest felé jön 2 perc múlva, a kenyém meg jön mindjárt, szóval hiszem jó lenne haladni. És akkor találkozunk Újpesten, Újpest városkapunál. Ennyire nem tudom már állomások nevét itt a hármason. Nos, hát megérkeztem Újpest városkapura. Ugye itt lila és fehér, ugye a Újpest foci csapatnak a színe. Most ezt jó tudni rólam, hogy én nagyon nagy fradista vagyok. Én nem utálom az Újpestet, szóval mit utáljak rajta? Én nem az Újpestet preferálom, én a fradit preferálom. Mert eleve Ferencváros is vagyok. De gondoltam ezt már több videóban is hallhattátok tőlem, de én fradista vagyok. Lehet utálni, ez van, de nem is ez a lényeg most. Na. Közben itt szálltam fel a Gyöngyösi utcánál. Ezt nem hallottam, gyerekek, kézzétek, nem hallottam, hogy jön a metró. Ezt akkor följek a mozgó lépcsőnél, jövök oldalról. Látom, hogy nyit vannak az ajtók. Hát zárt az ajtó. Metróvezető visszanyitottam, amit köszönök is neki innen is. Köszönöm neki. Tehát az ajtót el sem tudtam volna kapni, mert nem ismerem egyébként ennek a szarnak. A bocsánat, de ennek így megakad, összeakad. Nem, ezeknek nem. Ennek nem ismerem, meg jelve azért nem a vezető mellett fogom megfogni magamnak az ajtót, hanem ott hátul mondjuk, hogy arrébb. Azért nyilván, hogy az ember van egy kis az ilyen, hogy is mondjam, hogy nem merem megcsinálni, egy kicsit van egy ilyen érzés se az embernek, mert nyilván megbámulnak, beszólnak, stb. Engem természetesen nem érdekel, csak azért nem jó. Na, és hát igazából erről az állomásról, mert ez már állomás, itt el autóvasút állomás is. Hát, egyszínű, rideg, semmilyen. És unalmas is. Nem tudok még mit mondani róla. Még így inkább a padlózatot kellett volna mintázni, mint hogy a plafont. Ja, itt egyébként nincs a Népligetet. Hú, hát az utálom a Népligetet. Ez olyan erős fény, hogy egyszerűen epilepsziát kapsz tőle, vagy nem is tudom mi. Borzalmas. Rendesen elszégyülök, mikor lemegyek abban megállóba. Hát borzalmas, és akkor ilyen hullámos fal, ilyen szürke, ilyen egyszínű az is. Egyszínű semmi, nem tudok erre, nem tudok mit mondani ezekre, tényleg. A régi sokkal szebb volt, csak veszélyes volt már. Ilyen padon már ültünk. Szemezet itt lehet kidobni. Fal minőségét nézzük. Hát nem túl jó minőségű esse. Aztán nagyon nem tudok, hogy mit mutatni. Én meg az Újpest központ az nagyon gáz lesz amúgy. Szóval emlékezéseim szerint, mert nem fél éve jártam arra már ott is. De 2024-ben nem jártam még arra egyáltalán. Ja. Mit mondjak még erről? Hát én nagyon bénzsa. Szóval tényleg egy... Erre kéne felújítás.
Ez nem felújítás, erre kéne egy felújítás, mert katasztrófa, ahogy kinézed az egész. Az még úgy tetszik nekem, hogy nem olyan rikító, fehér, erős a fény, hanem még ilyen halványabb. A régik még ilyen sárgák voltak, nekem azok tetszettek. Úgy néz, és ezt utálom a lámpáknál, amikor egy kicsit így remeg. Látjátok a színét, lehet nem jön át kamerán, de fú, az nagyon rossz. És semmit nem tudok mutatni. Jön a metró, az most már akkor levidózom nektek, hogy jön a metró. Mert arról még nem volt videó, hogy jön, ahogy megy, arról volt, de arról jön, arról szerintem még nem volt. Lehet, hogy volt, nem hogy kéne valahogy, hogy jó felvételt készítsek róla, így kéne alulról. És akkor jó index képet lőni róla. Megpróbálok legalábbis. Lent ülök a földön amúgy, gyerekek. Szerint hányan néznek itt hülyének? A felvétel kedvéért megvárhatnánk még egyet. És úgyis csomó időm van. Várjunk meg még egyet szerintem. Igaz, a 6 perc múljon a követ, 4 és fél perc múljon a következő. Nem baj, jó felvételért. Ajtó. Az ajtót azt nem videózzuk, és akkor így szépen. Na, most sok ember jön, szóval jó sokan hülyének néznek. Próbáltam én magasról nektek. Na. Nem ültem le. Lemertem volna ülni, csak olyan már volt. Na. Tényleg, hogy jöttök, nem én viccom. És akkor, hogy jön? Arról is, hogy jön. Na, az szépen egy kis felvételt arról is. Egyébként külsőre. Amúgy ez a metró szebb. Itt az asztalom, amúgy. És akkor mondom, hogy az ajtó videó az nem felhasználható, már alábeszéltem, de mindegy is. Most gyakoroltam ugye a kamerakezelést, szóval most már jobb leszek. Nem tudom, hogy legyen jobb, így menjen el a metró. Ezt nem jó lenne. Nem tudom, nem változó. Így jó lesz, ez jó lesz. Jó felvételünk, legyen már ez a metróvagomásról, mert úgyse annyira szeretek. Na, zoommal. Na, jó felvételre, megvártam nektek egyébként. Na, nem akarom egyik elhúzni a videót. Újpestet még megnézzük, nagyon rövidet mondok nektek róla. Sajnálom, ez a videó ilyen hosszú lett, de inkább menjünk bele mélyen élesbe a témába, mint hogy csak nézzük meg, az kész. Ezt inkább beszéljük át. Én, amit itt meg lehet tekinteni, ugye kamera az van mindenhol, ez a mindegyik európai metró megállóban van kamera. Meg az egy kell is, persze én nem annyira csipem őket. Most ebben nem menjünk bele, hogy miért nem. Nem azért, mert én akkora bűnöző vagyok, sőt, egyáltalán nem vagyok az. Csak nem szeretem egyszerűen. Például van egy balhé, csak nagyon röviden tömörre, van egy balhé metrón, belét kötnek, visszaütsz mondjuk. Nem volt még velem ilyen, csak ha ilyen történik például, visszaütsz, akkor elővesznek téged eljárás. Attól nem volt róla a videó felvétel, akkor az egészet így eltörlik az egész eljárás. Azért van kamera, akkor elkérik a gyógyszertár kameráját, meg ennek a kameráját, amikor semmi közük hozzá. Ezért nem csipem. Az emberek, mikor a gyógyszertár, mikor a bolt. Hú, de nagy jampik, mert kiderült egy ilyen rablás, meg minden az ő kamerájuk által. Ami persze jó dolog, csak nekem visszataszító az, hogy verik a mellüket arra. Amikor egy ilyen bolt, egy semmilyen bolt tényleg. Aki mondjuk kamerára vesz vagy olyasmit, amiért nem is büntetendő, vagy bármi, legyen kisebb verekedés zajlik, és akkor persze a kisbolt kamerája felvette, és akkor ezért buksz le, meg ezért vesznek elő téged. Na mindegy, de mondom, ne menjünk bele, nem ilyen ebben a témában, mert sokat nem értik, de nekem ellenszenvet vált ki.
akkor, mert a metrókon jó persze, csak ilyen helyzetekben ellenszenvet vár ki. Na, és veszem a kamerámat.